A június 27-i testületi ülésre készülve a Humán és Ügyrendi Bizottság is összeült. Elsősorban a humán területhez tartozó témakörökben az egyes napirendi pontokat tekintették végig, és tárgyalták meg a tagok. Szinte azt mondhatnám, hogy mindegyik fontos, hiszen három rendelet módosítással kezdjük. Az egyik már a városi arculatterv szabályzatoknak az áttekintésével, annak a végig morzsázásával, hogy úgy mondjam, kezdődik. Bennünket igazándiból a lakásrendeletünk vesézése érint, hiszen már nagyon sok esetben napirenden volt. Sok esetben tettek javító, módosító indítványokat a képviselőtársaink is, a bizottsági tagok is. A hivatal munkatársai most ezt megtették, valószínűleg most már ilyen formában el tudjuk fogadni, hiszen ez egy nagyon kényes pont az önkormányzati bérlakások, szociális lakások és a költségalapú bérlakások ügye. Azután vezetői pályázatot fogunk elbírálni, a Geszti óvoda vezetői pályázatát, óvodai jelentkezésekről fogunk tárgyalni, illetve természetesen saját hatáskörben bérlakás kiutalásokról, illetve lakás kérdésekről, de azt gondolom, hogy mindig minden téma szinte előkerül az egyes napirendi pontoknál, és remélhetőleg nem vitán, hanem inkább konzenzuson alapuló megegyezés történik. Fontos napirendi pontunk a kiírt pályázatok elbírálása, a kulturális alapra, a szociális alapra, egészségvédelmi és sport alapra. Ebben is általában vitázni szoktunk, remélhetőleg ma is konszenzuson alapul majd az összegzésünk. És rendkívüli pontként még bekerült egy-két olyan kiegészítés, amely igények jelentkezésében gyors döntést kér a bizottságunktól.